ez a nemzet föl fog támadni. És a mi nemzetünknek nem csak magunkért kell, hogy föltámadjon, minden a más népért föl kell támadni. A teremtett földi világ szent helye Magyarország. A búcsújáróhelyeket, a szent helyeket, azokat a Jóisten jelölte ki csodával. És akinek a füle az Isten üzenetére van nyitva, nem a világhálóra, vagy nem a mindennapi életnek a gondjaira csak, annak a füle meghallja ezt a csöndes hívást. Higgyék el nekem, akinek az egész élete az, hogy azt a drága kincset közvetítse, amit fölmenőink hagytak ránk, meg fog történni ez a csoda. Az a folyamat, ami a Szentlélek ereje által, nem győzöm hangsúlyozni, a nemzetünk föltámadását szolgálja, ez a folyamat már megállíthatatlan. Nemzetet nem a nagy tőke egyesíti, a nemzetet nem politikai pártok egyesítik, a nemzetet még csak nem is civil szervezetek egyesítik. Legutóbb 1920. június 4-én vérzett a trianoni gyalázatnak a idejét. És hol lesz majd ez a mocsok világ? Ez a nagyon mocskos világ, az aranyborjú világa. Ez a sátáni világ, amely pusztulásba zuhintja az egész emberiséget, amikor Baba Mária még itt lesz. Ember, milyen erőbe hiszel? A bankban? Az intézménybe? A hadseregbe? Pünkös szabadító most is. De szent időbe, szent helyen különös ereje van. Hagyj, hogy kinyissa a lelked ablakát. És az ajtót majd, a cselekvés ajtaját neked kell kinyitani. Neked. Nekünk. Ez Csíksomlyó, ez Pünkösd, ez Isten ereje, ez benne Mária hatalma.